Na hát, köszöntök minden kedves nézőt! Kicsike kis megcsúszással, de itt vagyunk. A CRS C-ligájának kanadai nagydíján. Szépen bekapcsolgatjuk a dolgokat. Mellettem a kommentátor állásban Patrik Robertet köszönhetjük. Üdvözlöm minden kedves nézőt ezen a téli versenyen. Reméljük, hogy egy fantasztikus hétvége lesz. Láthatom majd Kanadában a Gilles Villeneuve által elnevezett pályán, amelyen először kanadai nagydíjat itt Gilles Villeneuve tudott nyerni 1978-ban a Ferrari-val. Végül is emiatt kapott a nevét a pálya. Na hát szépen lassan elindulnak a pilóták kifelé a boxból. Addig, amíg a felvezető körüket teljesítik a pilóták, gyorsan fussuk át a bajnokságokat, hogy hogy állnak. Te CRS Faló 125 ponttal vezeti a C-ligát, mögötte Baffi Abosz Hun 99-el és Bozsesz 55 ponttal. A konstruktőri bajnokságban pedig az Alfa Romeo vezet 170 ponttal, 52 ponttal megelőzi az Alfa Taurit, akik a másodikak, és az Alpine a harmadik 89 ponttal, az 81 pont az Alfa Romeo mögött. Csak nem is adják! De adják. Hol? Ne aggódjál te attól. Nem találom a csatornát. Na hát, közben érdekességeket mondok, futamonra eső várható. Jó, na hát ez nem így még belekeverhet. Bocsánat, nyugodtan. Kérdéseket is olvashatunk, már feltesz a kérdéseket, ne. Na igen. Már kaptuk egy kell a legjobb versenyző. Kérdező elnevezést. Lassan befejezte a kerékpár startjét. De elvette tőle a játék. Mint alig, hogy te jól látom, hogy is lesz. Jarcs érkezik elsőként, 1.11.2.39-el kezd. Kettő Rolcsinak érkezik. Mafia Boss Hun 1.10.4, az már egy jó idő, és Roli is érkezik, és Roli a második helyen 1.11.1. Széres Faló a második helyen. Alios Macska Faló, aki esetleg, akinek esetleg nem ismerős a név. 1.10.5-tel a második helyen, mindösszesen 900-addal Mafia Boss Hun mögött. Nagyobb egy 13-as lehet. Közben Hun Christopher a harmadik egy 11-0-val. Rétsing Zsolti húzatja magát az egyik alpinnal az egyenesben. De talán nyert egy pár századot. Zsoltit. Zopek. Zopek egy 10-1-jel az élen. Nézzük Zsoltit. Hát, nem olyan erős kör. 11-2 a hetedik helyen. Van Zsalixot. Végén még jön időközben. Közösség. Azért elég néhány időt. Kettő lett. Igen, átlátom. Pontosan végre. Annyi. Hát akkor most kezdek. Ügyes vagy. Lássuk.
Időként ezt a kövét. Hoppá, célra Hoppá! saló bele egy 10 alá, 1.09.9, Jelen pillanatban úgy néz ki, 13. faló átvetózott, és időközben Gaia, de így itt az első szektorral kezdte meg a mérkőrét. Az AlphaTauri versenyzője. 42-es középső szektorra, ami nem annyira rossz. Maci érkezik, egy 10-6-tal bejön a hatodik helyre. De közel Torcsi most fogjuk mögé. megnézni a körét, majd possesz. Így van. Ami nem lesz rossz kör. Nem lesz rossz. Egy 10-7, Maci egy elég mögé. Szép kör. Jön, Gaia. És ez egy 10-9-es. 10-9, ő Bozsesz mögé jön be. Időközben az Olika, Pénz Olika köröm van. És most ér a Igen. másik. Hát az Első, egyenesben a van. hadvegy szektor kezdetén már megteszem most az egyenesbe, aztán a híres nevezett szakaszta a bajnokok fala, ugyebár, ahol többek között 99-ben a Schumacher, Villeneuve, ő ütköztek a falnak. Mondtam. És Damon Hill. És igen, Damon Hill is persze, hanem elsőnek Damon Hill. Na, időközben Sasha megkezdte a karét, ami 21-es első Igen. szektor, nem is rossz. Ez nagyon szerintem egy 11. tizedik kör, 10-11. helyre nagyjából bevárom Sanchót. Nagyon ez az első szektor, én ezt érzem. Hát én jelenleg azt mondanám a jelenlegi idők alapján, hogy aki egy tízes időt megy, az tovább fog jutni. Automatikusan. Hát szerintem igen, tehát szerintem már Galanai biztonságban van Falun a nyolcadik helyen. Van. Hát ez való nyilvánvalóan, hát ezzel még szerintem a holnap Béligán is megállná a helyét ezzel a 099-szel. Csak attól függ, hát milyen az a nagyon jó idő. Szoktokkal megy. Rolcsi is elégedett a hatodik helyével, úgy tűnik hallgatják a szüimet. És egy 12. Sancho érkezik a 15. helyre. Hát, nagyjából akkor jó gondolt, hogy behattod a Sancho. Egy 12-112. Mondom, elkezdte a körét. Aki 24-es első szektorral kezdett a ház versenyző, úgy néz ki jelen pillanatban itt a házak szembennek. Zolika közben javít és a 14. helyre jön fel, hogy ezzel kiejti Sanchót. Időközben Victoria nem volt kint külön. Még. És akkor jön Hunor. Ne is figyeljük oda azra, nekem azt írta, hogy Zolika. Íh, neki vágta a falnak egy kicsit Hunor. Nem tudom, és talán nem sérült az autó, talán volt a kapoc. De lehetséges, hogy kis darabok törhettek. De így is tizedek mentek ezzel. Nézzük Hunort. Áj, felvette is ez, akkor valószínűleg a következőt is. Egy jobb egy 13-osnál, meg is mondtam. 12. Kedves. Ilyen pillanatban szerintem itt végén, de szerintem itt mindenki. Na nézzük Sanchót, aki javít. 11 jött el, a 13. helyre jön be Sancho. Szép kör. Talix is megkezdte Ezzel a fia egy javítás pinosztítot. Körét. És egyben egy tizedet javított. Kesselnek elvette a körét. Valamik újabb kört elment. Visszalikra. Hoppá, Csabi elengedte csak az Alpint, megállt a box kijáraton. Elég furcsa volt. Nézzük Zsalixot. 4-10-es javítás, ami elég szép. Az jó lehet. Hát jelen helyzetben, ha a 4-10-et javít, akkor az ban elé a 12. helyre lehet elég. Nyilván még az utolsó szektorban be lehet időt találni. Ha sikerül lett az, akkor talán belület ide. Hát szép volt a sikán így kívülről. Nagyon szép volt a sikán. Kívülről. És bizonyos szép volt. Ha vajon 6-10-et javít, 11-1, a 10. helyre jön fel. Mert egy csapattárs elé, aki most fogja megkezdeni a gyors körét, mert az előzőt elrontotta. Sancho pedig különböző a boxba, és reméljük, hogy nem fog senki sem feltartani ezzel. Nem? Nem. Messze vannak tőle. Nagyon. Na, akkor üdvözlük Macska falut is.
Már bemutatjuk a CRS formájával is már hivatalosan se csatorna. Üdvözlünk. Akkor... Roli nem javított. Nézzük Big Gaminget. Hoppa, Kesár! Megcsíptam, hogy a fogát! Hát, erről az a baj, hogy ő nem tehetett, annyira rossz helyen volt, és ez Big Gaminget befolyásolta is, nem tudja javítani. Nem tehetem volna, nagyon megcsíptott egyszerűen. A legrosszabb kor csúszom meg. Hát jó, most nem a feltétlenül beszélek, hanem ahogy visszajött Big Gaminget. Igen. Nem tehát az a baj, keresztbe volt, tehát igen, ami nem tudott volna máshogy visszajönni. Ami csókolja a bajnagok falát, akkor nagyjából így járt hát végbőzve. Ami csókolja. Figyelj, még ahhoz képest jól jár, tehát most tehát az idei játékra ugye beraktak egy ilyen gumifalt oldást. Jó, akkor... Ami, bár, ha beleakadsz, akkor instant DNF, tehát akkor instant kiestél. Macska falu úgyis feladta az Oper, Kukrisztofer, Matati. Az első ott már feladhat. Bank közben 2-15 javított, ezzel a 12. helyre feljött. Megelőzte Big Gaminget. Nézzük Rolit! Roli az 5. helyen. Nagyon nagy javítás. Nagyon szép jött Roli. Így van, hát ezzel ő már tovább is jutott, azt hiszem. Aki lehetséges, hogy nem ment ki, az lehet, hogy megszívja. Lehetséges. Egyre kezd gumizódni a pálya, és remélkezik, nagyjából a Q2-re. Hát jó, de szerintem az első helyzet. Tíznek, tehát az első tíznek akkor előnye van, hogy szerintem ők biztonságban vannak. Nem bosszasz már erős dolgot. Récsintor Zsoltival. A 2000-es javításban van az első, középső szektorában, egy szép kör lehet akár ez. Sikán is viszonylag szép volt, de ez lehet egy javítás. Nézzük. Igen, 15-ös, de még meg nagyon szép kör volt, gyönyörű szép. 4/10 talált az utolsó szektorban van, és ezzel feljön a 7. helyre, hát... Igen. Roli éppen, de most jön be a boxom számba. Zolika is bejön 14. helyről, neki majd ki kell még mennie, mert az az idő külön. Nem lesz elég. Igen, azt is különben. Nosztics, hát ez nem lesz jó. Elmegy még egy körre. Hát neki mennie kell, mert csak a 16. helyen van, és fél másodpercre van tőle Sancho, tehát neki nagyon nagy időt kéne találnia. Közben Hunor is feliratkozik a listára, de ez egyelőre csak a 18. helyre elég. Hoppá, időközben macska falofadok is megjelentek. Azt is javít. Bocsánat, neki minden. Mert a kontrollerem is elvett. Nézzük Nosztichot, középső szektorhoz érkezik, 3/10 javítás, még lehet benne remény, tehát még fél, ebből még lehet találni az utolsó, igazából ez a sikánon fog múlni, de bőven találhat még 2/10 az utolsó szektor, és akkor Sancho sem lesz biztonságban, már nem mint a mostani napban lenne, de igen, hát már lassan az utolsó próbálkozások lesznek, viszonylag szép volt a sikán Osztistól, mondjuk a kigyorsításra egy picit megcsúszott, nézzük mire lesz ez elég, nem jó. 11-8, még mindig 3/10 kellene neki. Na az érdekes, hogy Hunornak azt a kört nem vette el, és a következőt is, pedig egyértelműen 4 kerékkel pályán kívül volt, na mindegy, hát a... Korveszte ezt pályahatárokat sokszor nem értjük. Hát meg is kaptuk. Első dolgot, Mafia Boss Gold, Driver, hoppa. Na hát Kessel az nagyon-nagyon sokat találtak az első szektorban, mert 5/10 hátrányból 2/10 előnyt kovácsolt egyetlen egy szektor alatt. Mondjuk, hogy is mondjam, neki van mit találni, mert 5 másodperc van Hunortól, tehát...
Mosson Kaiser, ez azért Kessár. már olyan jobb idő. 17. De ez se elég a továbbításra. Van időközben javít. Szerintem meleg ez. Na, Sancho megkezdte a körét. És időközben rögtön már 20 néző van az igen. Nem gondoltam, hogy 20 ember fogja nézni ezt a cégát. De reméljük, hogy egy fantasztikus cég lesz. Sancho időközben 4-10-es van az első szektorban. Lehetséges, hogy nagy kört fog menni Sancho. Hát figyelj, a versenyen megérkező eső az már azért elég sok izgalmat hoppá, hoppá. Okozhat. És már ez egy nagyon két szép ember erre, hogy meg te mondtad, hogy eső, jött még két ember. Hát de már bemondtam már, tehát 4-10 javítás továbbra is Sanchótól. Így viszont nem olyan jó a kigyorsítása, egy kicsit szélesre csúszott. Nagyon nagy köröm van, és időközben azt kaptuk Vincétől, hogy macskafalót felfog, hogy Mafia Boss fel fogja falni macskafalót, hoppá hoppá. Micsoda szurkulások mennek itt. Sancho lehet egy 10-es kör fog menni. Igen, 10-8. Ez bizony egy 10-es kör. 10-8. Egyébként most sem pénzol. Szerintem ezzel Sancho bebiztosította a továbbítását. Nézzük Zolikát. És ez egy 10-es. Ez 11-es. 11-2. A 15. Éppen hogyan. Csapattársát kiállíti, aki közben 11-5-öt jött. Kessiáról lemaradtunk. De így megint mennie kell. Szerintem Sancho még nem érkezhetünk barát biztonságban, akár még nem mehet még egy körre. Hát elmenni elmehet természetesen, de azért az ideje már lehet, hogy elég lesz a továbbításra, nézzük Csabit. És Csabi nem javított. És most kezdi meg talán a gyors körét, ugye bár. Hát, itt igazából még... Áj, és kifordott, és a vége Csabinak. Ja nem, bocsánat, időközben jön humor. Még humor van. Hát igen, Sancho ezzel már tovább jutott, mivel Big Gaming mögött távol van. És mondtad, 10-es körre tovább lehet jutni. Hát igen, mondjuk egyőre még 11-essel is. Humor még változtathat ezen. Egyébként egy kis érdekesség, Bozsesz a számítógép tanulsága szerint 6 körös lightgumikon futotta az 1.15.63-os idejét. Hát mi... Rámondhatjuk azt, hogy mindent kisajtolt a gumikból. GOT! Aztán, hogy hanyadik körébe futotta, az már más kérdés. Hát bossz, ez elvitt a gumit. Mondjuk elvileg a hatodik körébe már ugye a bestem van. Tehát a legjobb körét mutatja. Na mindegy. Humor szélesen fordult, elmérte egy kicsit a féktávot, nézzük. Középső szektori mérőpontot, 5-10 hátrány, ebből nem lesz továbbítás Unornak. Ennyit nem tud az utolsó szektorba visszahozni. Csabi is átfut a télvonalon, és akkor már csak Unorra várunk, illetve Zolikára. Zolika is jön, de igazából nagy veszély nem fenyegeti. De azért nézzük, hogy tud-e javítani. Elbrottam. Tud. A hatodik Zolika, szép. És ezzel véget ért az időmérvedzés, hivatalosan is kiesőink. Igen. A Red Bull versenyző, jól tudom, időmérvedzésben is összült? Hát valószínű, mert ki se jött a pályára, tehát szerintem igen. Na megnézzem azért. Kieső Kessiár, Nostic, Csabi, Hunor és Viktor Lu. Őtőlükötöktől búcsúzunk. És egy részeredmény, tehát CRS falu nyerte a Q1-et, Zopek a második, Christopher a harmadik, Mafia Bosszunk negyedik, Roli az ötödik, és Zolika a hatodik. Itt van. Egy másik táblán is. Zsalix a hetedik helyen, Bozsesz a nyolcadik, Galanai a kilencedik, Ban a tizedik, Rolcsi, Marci,
Zsolti, Sancho és B-Gaming folytatják. És végül a 11-2 is elég volt a továbbításra. Azt kell mondjam. De lehet, hogyha Viktor kijön, akkor lehetséges, hogy az se lett volna elég, de nem. Történt valószínű időmérés eltiltás lehetett, igen. Na hát akkor hamarosan folytatjuk a Q2-vel. És hát akkor itt jönnek majd a taktikázások. És már itt is vagyunk. Újra beállítunk mindent, mert nyilván minden szakasz elején be kell állítani, mert nyilván nem mentődik el. Bocsánat, de És hát már is váltanak közepes gumikra. nem olvasod, csak egy két helyet. Ez egy gyorsan egy pár dolgot a pályára, így mondhatni. Hát Marci lesz majd az első, aki megkezdi a mélyet körét. Ő a közepes gumikkal jött ki. Tehát őt már is érdemes lesz figyelni. Viszonylag jó volt a kigyorsítása. Tehát jelen pillanatban Marci, Mafia Bosshun, Zopek, Galanai, Christopher, illetve Zsolti vannak közepes gumikon, a többiek a lágyakon. Cikét megcsúszott Marci a kigyorsításon. De ez ebben a kanyarban azt hiszem majdnem, hogy még kötelező, és elvette a körét hármas kanyarban. Hibázott lányom. Felvezető körben van. Vagy oda is csapta? Arc hibázott. Neki elvette, igen. Akkor nézzük Mafia Boss Hunt a második közepes jelöltünket. Ő ezt a kanyart jól megcsinálja, érvényesen legalábbis. Tehát tőle már láthatunk az első szektort, 19.992, és elveszi Mafia Boss Hunttól is a kört, egy kicsit szűken fordult a hatos kanyarban. Hát eddig nem alakul jól a közepes gumisok körre, nézzük Hun Christophert. Ő hogyan abszolválja, ez szép volt. És jövünk ahhoz a kanyarhoz, ahol elvette Mafia Boss Hunnak. Ez ő ezt is jól megcsinálja. Ugye is rávetted, nagyon van. Csak X-től is, kintől nem vették el. Rolcsitól, Rolcsi megfutja a leggyorsabb kört, figyeld. 15. 11-5? Hát ez még nem olyan erős idő, ha abból indulunk, hogy CRS Faló 099-en nyerte a Q1-et. Nézzük Hun Christophert, ő érdekes lesz a közepes gumikkal, sárga zászló közben. Hopp, az egyik Alfa Romeo, ez CRS Faló, talán kicsúszott. De minden esetre megáll. Viszont már szerintem mehet egy tízes kört. Na nézzük Hun Christophert. Megvan az utolsó sikán, és innentől kezdve áll lesz érvényes köre, és ez nem is egy rossz kör közepesen, egy 10-0-3. Hát mondjuk ez még a továbbításra nem feltétlen lesz elég, ha abból indulunk, hogy CRS Sancho volt azt hiszem a 14. helyen, és ő is egy 10-8-at jött, tehát meg tudják autózni bőven 10. Oli egy 14. Jön Zsolti szintén közepes gumikkal.
11-4, a harmadik helyre elég ez egyelőre. Ocestor elvette. Nézzük Zsalixot. Nem beszél. Marci bejött harmadiknak közben, és nézzük Zsalix csak a hatodik, egy 11-6. Ez nem volt egy jó pia tőlem most. A poszt. 11-es, hoppá hoppá. 11-0 a harmadik mafia bosszun. Zopeket nézzük, aki a második volt a Q1-ben, tehát őtől várhatunk egy jó időt, és ő is a közepesen van természetesen. Megpróbálja ő is. Ez nekem azt sejteti, hogy nem a verseny elején lesz majd az eső, nem majd valamikor. Mondjuk nem elég volt tett egy olyan lugafutamon Kanadában, amikor az utolsó négy körben esett le az eső. Ja, igen, igen, arra emlékszem, az Zopektől. A zseniális taktikámmal sikerült azt megnyerni ezt a versenyt. Majdnem megnyerni, igen, ez fontos. Van közben bejön másodiknak. Időközben jön Bosses. Na reméljük Bosses mekkorát. Nézd Bosses mekkorát. És ez egy tíves. Ő Bosses, de... Bosses, na egy bocsánat. Félolvosan nevek. Hát a Bosses, a Bosses az más. Na, az Aston Martinnek jól állnak első és harmadik helyenkelőre. De ugye az fontos hozzátenni, hogy nagyon sokan még közepesen gumikon voltak kint. Hú, Christopher 3/10 javítás. Ez jó kör lehet. Én is most kezdtem a gyors körét. Az Alfa Tauri versenyzője. Hoppá, hoppá, még gaming volt az oppa, csak lelassított és jelenjött a időközben. Mafia boss, aki adni három költött be azokra a gumikkal. Jön, igen. És Hun Christopher 1-10-1 a közepes gumikon. Na, az egy nagyon erős idő viszont. Ezzel már tovább jutott Hun Christopher. Lila első szektora kezdett rögtön a friss gumikon. Nagyon nagy kölyön van ő. Nagyon érzi most ezt a pályát, úgy néz ki médiumon. Az Alfa Tauri versenyzője. Nézzük Zsoltit, a hetedik helyről szeretne előrébb lépni a közepes gumikkal. Nézzük, sikerül-e neki. A hatodikra egyet lép előre, Marcit megelőzi, 10-9-82. És Gálai van csak egy időkor a mafiamhoz be fog jönni. Még megkezdi a körét. Nézzük Galanite, aki doktor mellesleg. A doktor. Jövő. 1-10-4. És nem, nagyon jó idő, 1-10-4. Csak 3/10-re van Christophertől, és a negyedik helyen van, ez abszolút jó idő közepes gumikon. Igen. De főleg Christopherét, tehát ugye itt kenyerek vissza egy széres faló, aki jelenleg az utolsó még nem futott érvényes mérkőr. Szerintem már volt kint a pályán, sőt biztosan volt kint a pályán, csak igen. Neki. Ez a kigyorsítás se jó neki. Már mondjuk itt túl sokat nem szerint itt a kigyorsítás, mert itt rövid az első kanyarig tartó vágta a célvonaltól. Szóval céres faló 0.99-en nyerte a Q1-et a lágy gumikon, tehát ez kevesebb, mint 2/10-re van. Nagyjából 2/10-re van ez a Hun Christopher által idő. Lila első szektor a falótól. Hoppa, gyarfalva, massz irányékozás. Áha, ott is van, Marci húzni fogja a falót. Nézzük belső kamerával, hogyan sikerül. Ez egy viszonylag jó szélányék, mert talán lehetne közelebb egy kicsit Marci, most egy kicsit bele emel. És nézzük, céres faló, az utolsó sikán van neki vissza. Ez szépen megvan, és ez jó idő lehet. Nézzük. 0-9-10-2. 9 házadra, Hun Christophertől. De nagy javít előtt nem volt fel, és nem tudta befejezni a körét. Még van ideje. Valós, most jött ki médiumokra. Nézzük Zsalixot.
és elvette, és a falnak is oda csapja, és ahhoz, hogy a következő kör is úgy, hogy ez Zsalikicnak szerintem egy boxlátogatás lesz. 5-15 javította volna. Mondjuk még az se lett volna elég a továbbításra, ha jól látom. Na hát akkor jelenleg Zopek, Rolcsi, Zsalix, Sancho és Zolika állnak kieső helyen. Zolikának még miért ideje sincsen, vagy hát inkább úgy mondom, hogy érvényes miért ideje nincsen. Zopek az, aki egyre egy nagy meglepetés. Nyilván a közepes gomi miatt áll a kieső helyen, de ő a második helyen volt a Q1 végén, tehát ő tud jobb tempót menni. Kis megy most light gumikkal, tehát ő nem nagyon kockáztathat, ha van tempója. Nézzük Rolcsit. 8000-del rosszabb, mint a jelenlegi ideje. Csak az a probléma, hogy neki legalább 4 tized kéne javítani ahhoz, hogy egyáltalán a továbbító helyre odaérjen. Hát ahhoz, hogy biztonságban legyen, meg sokkal, de sokkal többet. Időközben taktikai változásra lépett át a Mafia boss, és feltette a lágynyakat. Ezt Marcus is feltette a lágynyakat, Zopek is. Igazából szerintem Hung Christophernek és Céres falunak nem kell felraknia, ők már szerintem ezekkel a körökkel továbbítottak. Galánai necces lesz, tehát nagyjából 1-15 környéke lesz majd, 1-14, 1-15, nagyjából ez lehet a váltópont majd talán. Nézzük Rolcsi, 10-4, a negyedik, nagyon sokat talált az utolsó szektorban, több mint egy másodpercet. Rolcsi a negyedik helyen. Az utolsó szektorba hagyta benne ezt a sok időt. Szóval Zopek nem kockáztat, pedig benne is benne lehetne a tempó szerintem. De ő nem kockáztat és kijön a light gumikkal, nézzük, hogy ez hogy sikerülhet a köre. A Firmus 4 tizedes javítás van az első szektorában, és így átér a pillanatban, hogy ki a játék. Szerintem elcsős ez így a szektor lehet a első szektorra. Az is egy szektor bocsánat. Most ebben az utolsóban nem lett annyira, hát rosszul lett szerintem. De így sem. Harmadik. Szerintem az utolsó szektorban mukta. Jó, Zopek. Na, Zopek. Igen. Második helyen. Nem tudja Hung Christophert megelőzni, viszont Williams 1-2. Hát ilyet is mikor láttunk utoljára való életben, ugye? Nagyon-nagyon régen. Nem akkor, amikor Schumer és mondta, hogy a szárnyalat, akkor Williams BMW-vel mondhatni. Szerintem is akkor volt, igen. Vagy mondjuk időmérőn volt Williams 1-2, ugye 14 Ausztriában. Igen, massza, Bottas. Felipe Massa a legendás pólját, csak is felejti azt, hogy megnyerte. Kvázi van. Egyszerűen a Mercik sorra hibáztak, nem jött bevenni a pályát, ugyebár. Jó tudom, Hamilton elvédte a féktelmet, és akkor jó tudom, még Rosberg pedig hibázott a körön. Az utolsó szektorban, mert az utolsó körön elvették a körét, mert levágta a pályát. Hoppa, itt a közben a falon hogy 3-14 benne maradt. Na közben, Mafia Boss 10-0-0-8-al, viszont ad ezeknek a gumiknak. Hát ez nem nagyon megbízható dolog szerintem. Hát jó, még mondjuk kettő kört még bele lehet rakni ez ebbe a gumikba. Annyira még úgy jól végig mennek. Szerintem így inkább már így mondjuk ilyen 4 kör után már az, ami már nem nagyon. Tehát még ez a 2 kör szerintem mi bőven jó. Ezzel nyilvánvalóan tovább jutott, tehát azért az teljesen egyértelmű. Nézzük, itt vannak a pályán. Igen. Marcinak elvette. Rákészül egy következő körre. Zalik sem. Marosan. Ilyen közben jön Zali. Igen, Zali lesz a következő. Szent Alex. De ez nem jó idő. 12-4. Ez nem elég. És Zalikstól sem lesz elég az. Zalikstól sem, csak a 13. helyen.
Na hát akkor Zsoltit nézzük, aki szintén meglepetés lenne szerintem, ha kiesne. Szerintem. Ugyan visszacsúszott a Q1-ben, de ugye ő az elsők között jött kört, és utána már ki se jött, tehát Jaj! én szerintem azért Zsolti meg tudja Végig még csinálni. oda csapta. Kettes szektorban. Beigaming kiesik. El se elveszi a javítás lehetőségét. Spézolikát, aki belemegy! Úristen, mi történt ott? Kérem szépen. És Pézolika, hát akkor neki vége. Szontja a Viszont kicsége! Béning Sancsónak is. Nem fog javítani, nem lesz az elég. Belezavart a hőnek körébe. Hát, és ez lehet, hogy ezen múlott 13. helyen. És Bgaming úgy juthat a Q3-ba. Ha még Bant nézzük, mert még Ban lehet még az egyetlen, aki Ez szarra gere, akkor megkaphatja a tizedik rájött, hogy helytől. leütött. Még Ban még megelőzheti Bgaminget. Mi történt Bgaminggel? Nem nagyon láttam, izé megcsúszott és bele a Oda falba. csapva szépen. Falnak. Szerintem Sancho nem ütött tovább. Zsalikszta. Nem, Állította! Sancsónak. El se összetöri. Íj, összetört. Pont a... Tehát ez egy nagyon szép kameraváltás volt. Pont abban a pillanatban kapcsoltam oda, amikor összetörte az autót, és az első szárnykamerát rakta be. Na hát, Bannak nem biztos ám ez a továbbítás. Egy ezred javítás Továbbítottak mindösszesen. volna a labda de ők ebben... Elveszi! Ilyen! Bannak nem veszi el. Nézzük Bant. Hát, megvan. 9. és kiesik így B-Gaming. Sokba került az a összetörése az autónak. És Akik hát nagyon akkor Sancho figyeltek jön be ezzel a a boxba. B-Gaming-val. Christopher, Falo, Rocsi és Gaia jött ezzel mögött. Christopher, Falu, Rolcsi és Galanai jutottak tovább a közepeseken. És igen, megint bejött a tippem, egy 10-5 környéke volt a továbbító idő. Eddig a szerencsejáték ZRT az így csengethetne, ha felraktam volna. Annyi, nézzek, 4.97 volt a továbbító idő, hát tessék. Az ugyan mondok majd egy pole időt Q3-ba. Hát figyelj, szerintem el kéne kezdenem a fogadó Pixálni, irodába ugye? bemenni. Tipmixál, igen. De azt megmondom, ki fognak nyerni most. Szerintem a legnagyobb meglepetés szerintem, hogy Hugh Christopher lehet, meg Gajanai. Én nem tudom, én bennem az az érzés van, hogy Falóé lesz a pole pozíció, Való, tehát lehetséges. én azt mondom, hogy Falóé lesz a pole pozíció. Így jelen pillanatban én azt gondolom. Cica Falóé, ugye? Na hát és itt is vagyunk. Igazából most jelen pillanatban ennek a kettőnek nem sok különbsége lesz, mivel valószínű mindenki egy-két körnél nem fog többet menni, és mindenki nyilván lágy gumikkal lesz. Most már nem nincsen helye taktikázásnak, itt már csak ki kell nyomni, ami a csövön kifér. És az nyer, akinek a leghamarabb áll meg az órája. És már jönnek is ki a pilóták. Marci vezetésével. Szóval akkor te Hunk Krisztofát mondod. Pole pozíciónak? Szóval igen. Jó a válasz, köszönjük szépen. Nosztricsot kidobta időközben. Még van nagyjából nagyjából 11 percre van még visszajönni.
Illetve vissza is tértem már is, bocsánat, csak el kellene mennem inni. És a falu megkező körét jól láttam? Nem, Marci, bocsánat. Na hát üdvözöllek a adásban, Tati Robert. Eddig 2 perc telt el a Q3-ban, most kezdik meg a körüket a pilóták. És volt egy kérdés, amiről lemaradtál, hogy szerinted akkor Hugh Christopher fogja a pole pozíciót megszerezni? Azt mondtad? Nem, csak megmondtam két embert, aki meglepetésre lett itt a... Gaia meg a... Ja, hogy meglepetéseket mondtál. Ők lehet, hittem, hogy pole pozícióról tippelünk. Azt hittem arra... Ojjajajaj, a Marci! Ujjj, oda csapta az autót, viszont szerencsére csak az első szárnya tört le, tehát még újra tud majd próbálkozni. Ebből sokkal csúnyább is lehetett volna, a jobb első felfüggesztés simán kitörhetett volna. Tehát ezt még úgy, azt kell mondjam, hogy ezt még olcsón megúszta Marci, a csapattársa mögé érkezik meg CRS falu mögé. És akkor azt nézzük. Bozsás jön. Ban, ez így az első. Előtte az Alfa elment, úgy tűnik, nem fogják feltartani. Mind a két Alfa bevent a boxba. Széles falu is, ez érdekes. 1-10-8-al kezd Ban. Jön Bozsás. Aztán jön Bozsás. És Rolcsi. 10-0. Rolcsinak ez egy, mondjuk azt, hogy felvezető köre volt. Na, Zopek megérkezik. 1-9-7. Hétvége eddigi legjobb idejével. 2-15 a CRS haló Q1-es körének. Ahogy a Q2-ben 10-0 volt, tehát ott nem ment ebbe 0-9-be. Jön Gaia. Hoppá, Hugh Christopher is elvesztette az első szárnyát. Na hát... nem alakul jól eddig. Gaia harmadik. Az időmérő első szárnyak tekintetében, tehát azért most már jó páran összetörték az autót, tehát csapatoknak ez sokba fog kerülni. Mennek ki ezek a kis 100 000 dollárok a kukába? Jó, most figyelj, most így meghallgatják a tippjeimet, meg te... Figyelj, most meghallgatják a tippjeimet, felrakják tippixen, nyernek, és akkor abból kifizetik az első szárnyakat. Na, 0-9-6. Hápó. Na, hát Bozs lesz az első 1-0-9-6-86-tal. Nagyjából egy tizedet az Zopeknek. Roli 11-0, de invalid volt elvéve. Hát igen, gyorsan megszereltük az autót. És közepesen jön ki Marci. Na, hát ez egy olyan taktikai húzás, amire nem számítottunk. Jó, bocsánat! Akkor hívjuk már a 18-as előtti korszakból a szuperágyakkal vezetnek. Szuperágyakkal vannak, legalább 9 és egy ember van, aki a rágyakon vannak. Így ha valaki akarja szabadni a 19 előtti 18-as korszakbeli gumikat. Már hatalmas volt a szerintem. Nézzük Galanáj, ő közben bejött a harmadik helyre, erre lemaradtunk, 1-10-2-vel és javít az első szektorban, te mint 1-15. Akkor bocsánat. Én, akkor úgy mondom, hogy én lemaradtam róla. Az első kettő a boxban. Hát mondjuk nagyon nagy előnye van az első kettőnek, tehát fél másodperccel verik a harmadik helyezett Galanájt. Viszont javít az Alfa Tauri pilótája. Hunort is kilövje, hoppá, na hát már a lobb is elírja ezt a sok első szánytörést. Na nézzük Galanáj, érkezik az utolsó sikánba. Ez egy nagyon szépen bevette a sikánt és nem vette le körét. Ez egy viszonylag jó kör lehet. 1-0-9-be bemegy ő is, 1-0-9-9-84-re. Jön faló, és megint kapja a CLD-kod de rosszkor. Hát igen, megint megpróbálták és megint nem sikerült annyira. Mondjuk hát az előző azért jobb volt. Nézzük CRS faló. Megvan a sikán. És ez nem lesz pont időt. Az időt.
Ez nem lesz pole idő, sőt, 0-9-es se, 10-0. Nos, jó. Negyedik helyen van. Viszont 4 tizedre van Bozsesztől, ami inkább az elrettentő faló számára, nem a negyedik hely feltétel. Hoppá, eldobja Christopher, mondjuk ahogy látom, hogy is el volt véve a köre. Fú, de rosszul jött ki. A Christopher most nagyon szerencsétlen. Ha kellett neked, bizony megemlítened meglepetésként. Elátkoztad, kommentátori álltak, megint lecsapott. Ennek Hunk Christopher nem fogod írni meg, tudja, és visszanézi a streamet. Bátyúfalója Paul, tessék. Meg. De azt már nem mondhatod, mert azt már én mondtam. Tehát ha neki valami bal szerencséje lesz, akkor rajtam számad a lelke. Rajtad kell levezetni a dühét. Na hát most nem nagyon van élet a pályán, Rolcsi az, aki jön. És az autók vannak a pályán, akkor úgy mondom inkább, hogy nem sok van miatt körön. Tehát most Rolcsi az egyik. És ahogy látom, az egyetlen is. Megyek Hunk Christopher eldobta, tehát ő sincsen miatt körön. És Rolcsi is visszajön a boltba. Nem értjük miért. Hát igen, valószínű azért jön be, mert... Pafkinaszion. Hát... Még felért volna szerintem, ha elmegy még egy kört. Nem baj. Mafia boss. Ott közben egy nagy üzem van, ez talán az Alfa Roma a garázsa hátul. Faló. Igen, ott volt valószínűleg a nagy forgalom. Egy autó állt kint a gyorsáv mellett, de még nem a boxában, az valószínű faló volt. Na hát Bozsesz érkezik elsőként, ahogy látom az utolsó rohamra. Ő viszonylag korán kijött. Hát még lesznek körei. Marci legkorábban egyébként. A Marci tudta a legkésőbb. Na hát akkor Bozsesz. Első szektorban lassabb a saját legjobb idejénél, 78 ezreddel. Tízes kör. Ezen bejött Mafia Boss Hun az ötödik pozícióba, egy 14-jel. Gejelej fog legalább, hogy néz ki, Gejelej fog kijönni utoljára. Akár. Elvette Bozsesz ezt a körét. Igen, nem is volt jó mondjuk, tehát... Viszont Mafia Boss Hun nem veszi el 2,5 tized javításban az első szektorban, és Lila, a számítógép tanulsága szerint, aztán, hogy Lila az valóságban azt ugye sose tudjuk. Azért Lila, mert mindenki gyors. És most piros. Ezt egy idézett egy volt korábbi közösségből, és nem mondja meg, hogy hol volt. De ilyen probléma belőle. Marci, hoppá, Marci! Összetörte Marci! Spinnertime! Ugyanott törte össze, ahol egyrészt a Q3 elején, ahol most a másik oldalra csapódott. Igen, ahol B-Gaming. Meghozta a Jockey Pörtőt! Tehát az ott egy neuralgikus pont lehet majd, a versenyen is. Az időmérő már legalább 4-en eldobták ott. Bocsánat, csak 3-an, mert abból Marci intézett 2-t, de 4 baleset volt. Egyébként abból születtetek nagyon jó kis mémek, ebből lehet egy olyan montást, mémként, hogy hányszor dobják el ott az emberek ezen a héten. Minden versenyre figyeljük már oda. Nagyon kell figyelni oda, szerintem. Én szerintem nem ott fogom eldobni, én majd szerintem a 3-as, 4-es kanyarba fogom majd eldobni a versenyszemély gépjárművemet holnap reggel, inkább délelőtt, ugye? Én B-ligában. Én egyetlen tudom, hogy hol fogom eldobni. Hoppá, Christopher, mi a első szektor? Mondtam, szárgyal, Christopher, szárgyal! Most a szádra vetted a nevét, most egyből valami történni fog vele. Valószínűleg! Nézzük Rolcsit. És marad a 8. Rolcsi.
Mondom, Na, hogy és ezt nagyon-nagyon elfékezte Hung Christopher, nagyon-nagyon elfékezte, ez rengeteg tizedébe került, pedig Lila középső szektor volt elvileg. És Kaya kezdi meg a körét, és éppen, hogy fel fog érni az utolsó körre. Na, akkor Hung Christopher lesz az első, aki befejezi az időmérőt, és oda csapja a falnak, és el is vette. Kellett neked megemlítened, marad a tizedik helyen. Jöhet hozzám. Roli érkezik, de az nem lesz jó kör, Rolinak is vége. Mafia bossnak elvette, Céres falunak elvette, így az ő pole pozíciójában is vége. És Bozsesz tovább javít, 1.09.556, további 2.10 másodpercet talált. És ez nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez a pole pozíció lesz neki. 600-at javításban Galanai egy jó utolsó szektorra még talán Zopeket elcsípheti. Azért Bozsesz már messze van tőle. Hoppá, kapj szélárjékot! Hát nem annyira. Azért talán egy-két néhány ezredet talán számített. Azért messze van az az Alfa Romeo. Nézzük Galanai, megvan a sikán. És nézzük, mire lesz ez az idő elég. 1.09.943 marad a harmadik helyen. Tudod tudott javítani. És hát akkor vége van az időmérőnek. Bozsesz megszerzi a pole pozíciót, úgyhogy... Meglepítésre, és nem faló. Úgyhogy igen. Eddig tartott a... Mondanom a nevét szerintem. Hát nem lett ment a napulja. Jó van. Na. Akkor itt az időmérő végeredménye, tehát Bozsesz szerzi meg a pole pozíciót 1.09.556-tal, 2.15-et a Zapexnek, Galanai a harmadik falu, a negyedik, Mafia Bosszon az ötödik, tehát az Alfatorik abszolút jó helyen vannak a harmadik és az ötödik helyen, Ban a hatodik, tehát az Aston Martin se panaszkodhatott, főleg Bozsesz pole pozíciója után, Rolli a hetedik, Rolcsi a nyolcadik, Marci a kilencedik, és Hung Christopher miatt idő nélkül a tizedik már, mint a Marcinak lett volna. De Hung Christophernél még a no time-ot is lesporgolta a rendszer, tehát... Igen. És célra Sanchot kidobta. Nagyon jó jel. Így van, hát ez abban új lobby lesz, nagyon úgy tűnik. Igen, lépnek ki sorra a játékosok. Dobja ki! Hát akkor új dobbi lesz. Így jó. Új dobbi. Sancho mindjárt bedobja a main vista powerbe, mondja. Új dobbi. És egyébként fotózunk már le a streamből. Egyébként itt van a... Lehet állni a streamen is. Ja, megcsinálod a... Ezért, megcsinálod a rajtrácsod? Már itt van a streambe, és azt így ide arra kom, de... Akkor megcsinálod, most akkor megcsinálod. Akkor. Jó. És küldtem Sancho-nak. Csinálj meg. Már meg is van. Tudjálj, hogy állsz. Meg is van. Telefonos fotózás. Úgy, rendes telefonos fotózás. Megvan az egész? Akkor az egész kutya. Jó. Hát akkor ennyi volt. Ez a lobby, jön majd egy következő, addig pedig majd a játék főmenüjét fogjuk közvetíteni. Addig pedig lehet, addig jött az én által ígért pályák, pályai részletes bemutatása kell. Na tehát itt van a fő képernyő, My Team Career-t nyomom, ahogy láthatjátok, Christoph Motorsporttal ebben a csapatomnak, és Belgium lesz vagy a következő verseny. Itt van single player, two player, Breaking Point, ugye hát ezzel nem nagyon játszottam még azóta se.
itt majd, itt lesz majd. Amikor megkapom az ingat, akkor majd belépek. Addig valamivel eltöltjük az időt, megmutatjuk a pole pozíciót szerzett autót. Már nem Lance Trollé, de az autó az, az Aston Martin. Behívsz, légy szíves. Igen, meghívás a párti személynek, én Kristoff. Milyen? Nem lehet behívni a Kristoffot. Mi van az akcentus? Köszönöm szépen kedvességedet. Na, hát akkor majd jön a második próba néhány perc múlva. Na, hát akkor így jó, mert legalább az időjárás meg tudjuk majd nézni, mert ugye custom lesz. Most jön, mást értettem. Hol is? Van weather and time and day. Nem fogom tudni megnézni sajnos. Menjünk már vissza. Én boldog lettem volna. Az igaz, hogy menjen bennézni a stream. Nagyon köszönjük szépen, hogy ennyien vagyunk itt ez a streamen. Hallasztjuk is. Tizennyolcan vagyunk itt. Átlag 18 néző megvan, de fasz a CLS a legjobb jelen pillanatban. Menjünk a CLS-re. És pohár italt, vagy valamit. Vizet iszok. Emiatt. Szerintem ez Magyarország legjobb Xbox ligája. Minden felhozatal szerint. Ez egy tém volt. Ennyi. Pályáról részletes bemutatást kértek, hát akkor mondtatok is. Hát ezt a kanadai pályát mindenki nagyon ismeri jól. Ugye bár 1978 óta van, csatlakozott ide a Formula 1, és az első verseny ugye bár. Gilles Villeneuve nyerte meg, és Jacques Villeneuve édesapja. Akkor jól tudom, hogy Jacques azt hiszem 3 éves volt. Édesapja megnyerte a hazai nagy díjat. És akkor egyben első formai és versenyét karrierje során Jacques is jövjenöv. És beérte magát a történelembe. Ez a bizonyban. Mint hazai győztes a kanadai nagy díj történetében. Azelőtte volt bőleg kanadai nagy díj. Motors... Igen mondom. Mosportban, nem tudom. Igen, Mosportban volt kanadai nagy díjak. Ugye a 70-es években. Mosportparkban. Egy elég kis csövezetes pálya. Szerintem így. Elnézésre. A kanadai nagy díjak legtöbb győzelmi térapidatban közös két ember egyezik meg ugyanannyi kanadai győzelmek szempontjából. Michael Schumacher és Lewis Hamilton, hol elveszünk a, ugyebár azt a 19-es győzelmet, ki nem emlékezte rá, hogy Sebastian Vettel nem jött el akkor a versenyt. Hát nem amiatt bukta el a versenyt, mert Hamilton hogy lecsúszott a két gondban egy nagy győzelme van. Hát jó, igen, de hát most ez van. Most érted, most akkor most elkezdhetnénk, hogy mi lett volna, ha de nincs értelme. Részletesen nem adik volt. Sosincsen. Egyébként, hogy kikértek a Bajnokok falához, így Bajnokok. Tudja már 99-ben mindenki tudja, hogy Damon Hill, Schumacher, Jacques Villeneuve volt. De aztán volt még Ricardo Zonta is, hogy a Bajnokok falához ért. Így Csemkár bajnoki még, Juan Pablo Montoya, Forma Renault bajnokét, Carlos Sainz is, Forma is bajnoki, még Jenson Button is hozzáért, jól tudom a falhoz, nem egyszer? Az X-Modernization? Nem kellek szépen, Jenson Button 2005-ös kanadai futamon ütött el le a ja, igen, jobb elsőjét a falon. Fette a szabad edzésen. És még Sebastian volt ez, aki a szabad edzésen belecsapta bajnokként. De jó szóval Kevin Magnussonnal le is felejtjük el azt, hogy oda csapta a falát. És akkor tudjuk, hogy akkor Sebastian Vettelnek.
amiatt, mert ja igen, Kevin Magnussen ugye a Q2-ben nagy csapta végig, és emiatt akkor first Max Verstappen kiesett, és nem tudott tovább menni motorni a Q3-ba, és akkor tudta legyőzni, Pierre Gasly erőször, jól tudom időmérőn, nem, de erőből. Az egy nagyon szomorú ez. Nem nyomtad át magad Spectatorbe, azért vagyunk 21-en. Bocsánat. Na, csak így nézte, hogy mi vagyunk 21-en, hát így már érthető. Mondjuk így is, hogy így Spectatornek dobott volna, betettek mindegy, de... nem mindegy. Jöjj, ugye bár 2009-ben nem is rendeztek kanadai nagy díjat. Sajnos. És majd 10-ben tér vissza. Most voltam, mert még jól tudom, Montreal-ben tartottak még versenyt Kanadában, és a Montreal pálya egy bizonyos családnak a versenypályája, akit a Forma 1 jól ismer, az Aston Martin berkein belül, Stroll család pályája ez a versenypálya, Lawrence Stroll a birtokosa ennek a versenypályának. Nem tudom még, tartottam még itt Sebkárt is 2007-ben, és a leggyorsabb pálya rekordot mind a majdnem Sebastian Bourdais tartja, a négyszeres Sebkárt bajnok. És hatszor a győztes versenyző. Formájban mindenképp viszi, hogy nem alakított hatalmas maradandót. Itt. Ugyebár ez a pálya, mondani, legnagyobb első futamgyőzőm szempontból, aki itt találtak első győzőnek, hogy jól tudom, Gilles Villeneuve mellett még Jean Alesi volt 95-ben, ugyebár legendás győzelme, és pont a levezetők körön fogyott ki az üzemanyagja. Aztán itt volt 2008 Robert Kubica, egyben első győzelme és egyben utolsó karriere során, de szerintem többször is nyerhetett volna azzal a zseniális BNP-vel. És itt volt Nelson Piquet utolsó győzelme 91-ben, úgyhogy Nigel Mansell körökön át, 68 körön át vezette a versenyt, egyszer csak az utolsó körben Mansellnek az autója lefulladt. Pont az utolsó körben lefulladt. Elektronikai problémák ütköztek az utolsó körben, és emiatt meg tudta nyerni Nelson Piquet a 91-es kanadai nagydíjat. És aztán mögötte Stefano Modena jött élbe a Tirel Hondában. Ha nem lett volna ott Piquet és a Benetton, akkor az napján újra Tirel győzelmet avathatunk volna fel. Aztán mögötte jött Patrese, Decezáris és Cagotta, Jordannel és végül pontot szerzett még az az egyetlen egy pont. Az van 8. körben kiesett Nigel Mansell. Na hát akkor kezdődött is a verseny. Szépen felolvastad a Wikipédiát. Nem. Csak is a 91-es kanadai nagydíjat olvastam fel. Többit az nem tudtam mondhatni majdnem. No, azt is csavárunk egyedül, de már nem sokáig. Egyrészt ő is beledizett, másrészt meg amúgy is lejárt az idő. És hát akkor jöhet lassabb majd a második próbálkozás, nyilván néhány perc szünet még mindig lesz, mivel ugye a pilótáknak majd a kart be kell állítaniuk, illetve az autó beállítását. Ja igen, itt avattam még 14-ben Daniel Ricciardo első Forma 1-es futam győzelmét. Ugyebár az hatalmas volt az a győzelem. Ez pontosan így van. Úgy értenek, hogy az utolsó körben Masselt kiütti Perez. Számolt a fékjel, és akkor azt volt, hogy azért... a Merci fék problémák két végén, és emiatt nem jött, hanem fel kellett adni a versenyt. Teljesen vezetetlen volt az autója szerintem, és amit fel kellett adnia. De Rosberg kibírta az utolsó körökig mondhatni. Ha Masselt nem találja, akkor Perez
akkor talán azt a dobogóra is állhatott volna az a versenyen szerintem. Ja, még egyben itt szerezte első Forma 1 győzelme, még Thierry Boutsen is Kanadában. Elég sok ember szerezte egy első Forma 1 futam győzelmét, tehát fantasztikus. Jó, nem Peter Üzen, nem. Kicsit olyan, mint a Hungaroring, ott is nagyon sokan szerezték első, Ja, igen, vagy először egyetlen Damon Hill győzelmüket. 93-ban, 2003-ban Alonso, 2006-ban Button, 2008-ban ugyebár Heikki Kovárainen, és 2021-ben Esteban Ocon. Ugyebár. Fantasztikus volt az is. A magyar nagydíjat és a kanadai nagydíjakon rengeteg ember szerezte meg itt a győzelmet. Eredetileg a pálya neve ilyen Notre Dame volt, mielőtt átnevezték volna Jacques Villeneuve-re. Most egy Gilles Villeneuve fia vagyok, nem Jacques Villeneuve-re, bocsánat. Jutom még 2005-ben, akkor még Alonso is oda csapta a falnak, nem? Kanadában. Igen, Semmi oda esett pontosan. ki. Meg Igen. fizikella is. Nem, fizikella hidraulikai probléma miatt esett ki 2005-ben. Ezt azért tudom egyébként, mert nemrég visszanéztem azt a versenyt, tehát... Ja, és nem azt mag miatt volt a hidraulikai probléma, mert a falhoz ért, nem? Nem ért falhoz. Ja nem, de az ne, Alonso volt, ez azt hiszem bocsánat. Elszökött a... Ja igen, meg Kártikán volt még, aki a falnokért, hogy bár. Indiai Kártikán, legendáról beszélünk. Legenda. Hát most figyelj, tehát most És csak még szerintem pedig éves. most is néhány, figyelj, most is szerintem néhányan falnak fogják majd csapni, tehát majd néhány év múlva majd így beszélhetünk a CRS 6. szezonjának, közben elindul a visszaszámoló, tehát a CRS 6. szezonjának 7. versenyéről, azon a bizonyos céligen, amikor mi ketten kommentáltunk, mennyien csapták oda a falhoz, nyilván most még erre nem tudok választ adni. Vigyú, az lesz, egy régi hogy szép kérdés a félmezőny, mire ezt befejezzük, egy ember fog körülni. Figyelj, mivel már a kimondtad, ezért így is lesz, tehát, vagy így elátkoztad most a félmezőnyt ezzel az egy félmondatoddal, tehát én most vigyáznék a helyedben. Na, hát akkor... Remélem, hogy Sancho nem fog emiatt kinyírni. Nem fog kinyírni, csak egy finom kis ligaban fogsz majd kapni. Na, térjünk vissza a komolyabb dolgokhoz. Tehát jó néhány perc szünet után elindul a felvezetőtör. Minden igazán mindent beállítottam, így is. Van a stratégiák, mindeket stratégia két kiállás jelen pillanatban, amit javasol. De nekem van egy olyan érzés, hogy akik kemény gumikon vannak, azok egy kiállással próbálnak végigmenni, meg lehet csinálni. Szóval akkor az első tízből ugye Galanai, Faló, Rolcsi és Hung Christopher vannak nem lágy gumikon, azaz közepesen. Viszont az, ami érdekes, hogy a 11. helytől lefele is jó néhányan lágy gumikon vannak. Név szerint B-Gaming, Rating Zsolti, Zsalix, Dostic és Hunor, ők mind a lágy gumikon vannak. Ez érdekes egy kicsit, de lehet, hogy bejön nekik, ők arra próbálnak meg törekedni, hogy a rajtán megelőzzék a keményebb gumikkal rajtó versenyzőket, tehát ők a verseny elején szeretnének pályapozícióhoz jutni. Biztos, hogy rossz ötlet, mert simán lehet, hogy két kiállásos verseny lesz. Sem tudok. És egyébként azt el kell mondanom, hogy kicsit realisztikus most ez versenytől, mert az utolsó két helyen, ugye holó se fegyesz, hogy az utolsó két helyen mindig a háztasok vannak. Nagyon sajnálom, hogy felsőtöm ezt a picet most. Szerencsétlen a háztasok az utolsó helyeken vannak most. És remélem, hogy nem leszek többet itt az utolsó helyeken. Na, hát szép lassan megérkeznek a
Ajtrácsra. És hamarosan megkezdődik a kanadai nagy díj a CRS 7. 6. szezonjában. 7. versenye a C-ligának. És ebben a pillanatban elrajtol a mezőny, falu nem kapja elő jól a rajtot, viszont Zopek igen, mert nézzük, és külsőjére ráfordul, így van. És már is úgy tűnik, hogy az eleje eljön. Így van, de egyelőre eljön a mezőny. És hát Zopek eddig tart a Zopek! Zopek kiesik! És Dolcsik az első helyről! Az első helyről! Hát, neked kellett megszólalnom néha. Kellett megszólalni. Pont abban a pillanatban, hogy toppá 5 másodperc. Szancsó, összeérnek. Mi van itt? Mostics. Kellett azt mondanom, hogy szépen eljöttek a rajtnál. Hát, egyből vártam. Megint én voltam. Hát nem mondtam. Nem, bocsánat, nem megint, mert eddig te voltál, de... Figyelj, most már legalább mind a kettőnket utálni fognak, tehát azért... Oly, csak kiesés, nem fog kiesni a mezőny fele, és nem fog egy ember sem ezt kiesni. Figyelj, Patrik, te mondtad azt, hogy a mezőny fele ki fog esni, tehát... Ennek szint arra, hát egy ember esett ki, miről beszélsz? Még, de a még rájön. A viccet félretévetjük most. Mindenki tudja, miért beszéltem így. Érzem azt, hogy minden lesz itt. Már Racing Zsolti, nem tudom mi. Hoppá! Zsolix bejön a boxba. Honor! Honor! Hogy is mondtad? Arra lesz. Hát találni fogunk. Hogy is mondtad, Patrik? Hogy is mondtad? Ed még csak egy ember esett ki? Ja, várj, ez megint én. Ah, kettő! Mi az? Még van te, hoppá, Galanány megpróbált, közben a család közben, de Galanány megpróbálta falut megelőzni, és most Krisztofert kidobja. Ez nagyon nem fog neki jól jönni. Hogyha Sheldon Good. Elhúzott. Dájá. Borges most abszolút kihasználja a lágymű előnyeit, már 1,7 másodperccel vezet. Faló előtt, akinek jelenleg még talán problémái vannak a gumi melegedéssel, főleg azért ez a VSC megint nem tett jót neki. Viszont most Galanaihoz van közel a csapattárs, Mafia Bosshund, de úgy tűnik, hogy ebből nem lesz még egy előre támadás. Christopher Raja eddig szépen tartja magát a 9. helyen, ez neki jó hír. Bozsász dobálja a leggyorsabb körhet, egy 12-9. És ettől a következő kezdve már ugye lehet csak használni a DRS-t. Nagy csapom egyébként itt elől. Faló tartja fel a mezőnyt, úgy néz ki. Úgy néz ki, nagyon feltartja a faló a mezőnyt. Nem érzi most faló. Na hát nálam nekem a lifetiming az így. Eltűnt, tehát semmi időeredmény, viszont amit látunk időeredmény nélkül is, hogy Galanai próbálkozik faló mellett, falónak egyre nem jó tempója, és nem is távolzás az egyik, és Sancho! Hát... És már három este, Patrik. Három kör! Patrik! Hoppá, itt közben Marci egyébként nagyon nagyot nyert a rajtnál, már az 5. helyen van a 9. rajtolva. Hoppá, Gajan és a csoporttársa! A két Alfa Tauri egymás mellett el tudnak-e fordulni, ne goldják ők. Viszont most Galanai jól gyorsít ki. Most falót megfoghatja külső íven. És kívülre rá tud-e fordulni, falu nem hagyja magát. És egy picit összeérnek. Viszont Faló megőrzi a második helyét. És ez viszont Bozsesznek annyira jól jön, hogy már 3,6 másodperc elvezett, tehát abszolút nagyon-nagyon ide közel van, megpróbálja Mégis Galanai. Mégis annak küzdelnek, itt kéne szépen. Ősi, nagyon jövő. Szép csata, nagyon tiszta, és most, volna, és nem. Hagyott volna helyet. És Faló még mindig visszatartja Galanait. Bozsesz meg ennek nagyon-nagyon örül, mert még egy másodperc elmegy az előnye. Meg volt a hely szerintem. Nem volt hely szerintem nagyon. Kockázatos. Na most viszont az egyenesben. Az egyenesben nézzük meg Galanai.
Közben Ben megelőzi Marcit. Na, most ezt meg kell csinálnia, most ha ez nem meg Ben. lehet. Elfogyott az Erse falónak, úgyhogy ez meg kell, hogy legyen. Barzsan Galanai bemegy a belső ívre, és mégis előzi falót. És faló megütötte a falat, a bajnokok falát, és ezzel most megtámadja őt a másik alfatoli maffia bosszunnal, és nézzük, Aydelán, jó a kameraállás, istenem. Na most aláfordul, de nem. Visszakozik maffia bosszun, de ha falónak nagyon nincsen most meg a tempója így a verseny elején, tehát hogy most már Galana és szétem azt mondja, hogy tudod, még az időmérő is, hogy nem volt meg a tempója. Közben az első 3 másodperces időbüntetés Big Gaming kapja. Most falónak arra kell törekednie, hogy Galanaihoz képest másodpercen belül maradjon. Egész egy ból alakult ki most, jelen pillanatban. Egy ból. Egyébként, kicsit meghúzódva, nem erre, erre, na szóval. A legnagyobb nyertes a rajtnak, hát mondjuk onnan nem volt túl nehéz nyerni, Viktor Lu, aki már 9 helyet javított, hoppa, és már a 11. Így valam raktam róla. Tiet. Ugye jelenleg a monakói rendező az megírgyel engem, tehát így pont az érdekes eseményekről maradok le, tehát pont akkor kezdtem el beszélni volt Viktorról, amikor... nagyon rossz helyen, és most így ki kellett burulnia, de nem zárta ki a játék, ez jó. Nostic visszajön a 16. helyre. Na hát Faló fölrakja a lágyunikat. Nem taj az otthoni kommentátor, na. Az jobb. Az most a felkapott, nem az osztri. Na, de azért az a monakói kommentátor azért nem. Hát az annyira legendás hoppá, volt közben. Christopher! És hát, safety car Christopher miatt. És safety car, na hát. Sorra hibázok az emberek. Egyszerűen nem megy. Hát nagyon nehéz ez a fáj, és jönnek be. Pucsas. Bozsesz, igen, mert így 6 másodperc is előnyt veszít el, és nagyon sokat jelnek ma a fia bosszumék. Azzal a ponttal a időmérő már voltak problémák. Ugye vár. És Marcinak egy első szárnyat is cserélnek, mondjuk ezt most úgy viszonylag ingyen megteheti, viszont attól függetlenül bukhat pozíciókat vele. Egyébként Krisztok meg is mondtad, azon a neurológiai ponton törte össze Krisztoknak az autóját. Tört autóval. Nem volt szerencsé. Megjóskodtad, hogy ott problémák lesznek a fiatalban. Már az elsőben is teljesült. Mafia bosszun lágyat lágyra? Tehát ő... Hát jó, nyilvánvalóan neki kell jönnie, de... Ő neki majd ugye közepeseket biztos föl kell rakni. És Bozs ezt megfogta a biztonsági autót, hogy ő nem tud már kijönni. Hú, ez neki nagyon egyetlen rossz egyetlen dolgot tudném mondani. Ó, egyből befogta, amikor már kijött a safety car mellette. De figyeljünk, milyen jól néz ki a zöld Aston Martin biztonsági autó, mögötte egy zöld Aston Martinban versenyző Bozsesz. Szépen nagyon. De most két Aston Martin 1-2, bejön Bozsesz, csak nagyon sokat fog ezzel. És Gaia vezeti ezzel a versenyt, hivatalosan is Gaia vezet. Hát igen. Ő ugye közepes gumit, tehát ő még bőven kimaradhat. Hát Bozsesz nagyon nem fog őni, csak 6 másodperc előnye volt. Tört a szárnyát, hát... Egyébként visszatérve... Nagyon sokan áll a boly végére. Szegény Bozsesz, most nagyon sajnálom. 6 másodperc előnye volt, és a 11. helyen. A 11. helyen van Bozsesz. Egyébként visszatérve arra, amit Krisztóf, te mondta az időmérőn. Az a pont már megszerte az első áldozatát.
És készülj fel. Jöhet a többi is. Íh, Kesher! És összetörik Kesher. Megcsúszott az autó. És ő most olyan helyzetben már megint a box utcába Kesher. Kesher összetörte. Hoppá. Nagyon furcsán egyébként, nagyon furcsán elindult az autója. De pördült, egyszerűen fogta. Nem pördült meg, egyszerűen elindult az autó hátulja és belecsúszott a falba. Nagyon furcsán, tehát... Ez érdekes volt. Úgy, mint az autó teljes mértében kitölt volna? Ijaj, ott egy Ferrari. Ez No Stitch, viszont No Stitch most ugye a biztonsági autó miatt nem tudja megelőzni Keshert. Tehát most ott mögötte végig kell vonatozni egy teljes kör. És most is ennek az a bizonyos neurológia ponthoz, amit már beszéltünk az elején. Hogy ez nagyon nehéz. Neurológiai pont? Micsoda? Hát nem mondtad! Balesetekre vigyázik el ott. Időmérő, nem ezt mondtad? Az neurológiai pont. Bocsánat, na, nem bírom. Kemerem a szavakat, nem bírom viszont. Látszik? Én nem bírom beszélni! Ennyi! És se nem tettek róla. Na! Kijön falu megint! Megint összetörte az autóját? Vagy csak taktika? Megint összetörte első szennyi. 5 másodpercet is letölt? Vagy... Úgy tűnik. Igen. Egy első szentje lett ez a falu a 15. Hát neki nagyon rossz verseny, ahol felrakja most a kemény gumit, azzal próbál meg valamit csinálni. Nem lesz könnyű dolga a 15. helyről. Szóval jelen pillanatban 3 Red Bull-os autó vezet, a 2 Alfa Tauri vezeti a versenyt, bárcsak holnap is így lenne. Nem állítok nagy követelményeket. A divat bikák vezettek, energiabikák. És a 2 Alfa Tauri mögött az utolsó helyre rajtoló Viktor a 3. helyen 17 helyet nyerve. És mögöttük Eddig van. Nagyon jól használja ki a lehetőségeit. Van a 4. És akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy Galanai el fogja engedni a csapattársat, aki nyilván egyrészt frissebb, másrészt meg lágyabb gumikon van. Tehát más gumistratégia most kettőjük között. Kérdés, hogy összejátszanak-e esetleg, és most Mafia Boston esetleg előre engedi-e Galanai, hogy el tudjon lépni, vagy egy Alfa Tauri csatának lehetünk szemtanúi, és kérdés, hogy jön-e az eső, vagy nem. És reméljük azt, hogy... Lehet, hogy most a új lobby miatt nem lesz eső. És reméljük azt, hogy nem lesz így semmi gond. Na nézzük, nem indul még el Galanai, visszafogja még a mezőnyt. Most indul el! Ebben a pillanatban elindul az újra a verseny, és Marci próbálkozott volna Ban mellett, de nem sikerült. Bozsász pedig már meg is előzte Big Gaming-et talán. Vagy csak, nem, csak Faló miatt nyert egy pozíciót, ugye Aston Martin fő támogatója a TikTok. Ugye itt láttátok először ott a tükörnél, jobb oldalt látható. Hoppá, Zoli bemenne! Hoppá, Zolika! Zolika, az éles, a csúszik ki, úgy de rosszul jön vissza a pályára, nagyon rosszul jön ki a Zolinak. Zolix támad, nem támadja meg. Naközben Mafia Bosshun! Kuc-kuc-kuc egészség. Na, Mafia Bosshun támadja a csapattársat, aki egyelőre nem engedi el, de most egy jobb kigyorsítás esetleg, nem. Nem nagyon engedi el a Galanai. Faló, hogy betette? Most azonban meg lesz. Hogy került Faló a 15. helyre? Volt ki még egyszer, úgy. Közben megtörtént a helycsere az Alfa Tauri, és kijön Viktor a boxba a 3. helyről, hát... Vajon miért? Első szány sérülése van? Nem. Faló 3 másodperces büntetés közben, és jönnek ki ott még többen, így double stack a Red Bull NASG, BG minden nagyon rosszul jön ki. Zsalix is a boxba, Zsalix viszont egy új első szárnyért, és BG Gaming is, mert ott a jobb oldala az teljesen le van törve a Red Bullnak. Hoppá, Gaján, fall off red. És nem tört a szárnyát. Na, Rolcsi mögött van Csabi, és
széles faló, illetve kessár, akik másodpercen belül vannak egymáshoz képest. Ugye most Holcs és Csabi között kettő gumi különbség van, tehát most Csabi támadhat, mert ő ugye a light gumikon van, amíg Holcs a legkeményebb kemény gumikkal, nézzük. Ha, csak Holcsi, Holcsi is polvol, persze, tehát ő nála nincsenek ilyen problémák, közben ottan ez Roli és Zolika, és megvan. Vannak töltesz a... nem, Bozsesz, bocsánat, igen. Bozsesz, és Bozsesz... Nem. Nem látszik a szárnya innen. Utolsó ilyen falu közben megelőzi Csabit, hogy eredhet Rolcsi után. Hát Bozsesznek jónak tűnik a mozgása, nem sérült szerintem az első szárnya. Zolika kap közben egy 3 másodpercet. Hát akkor most beállunk, és reménykedjük, hogy nem lesz több baleset. Megelőzi Csabit, Kessár is. Úszik vissza a házszal, már csak a 12. helyen van. Széles faló pedig megérkezik Rolcsi mögé. Nézzük. Ide az egyenes végé. Nem lesz Rolcsinak DRS-e, ez fontos hozzátenni. Mind a kettőjüknek van nagyon sok esze, nyomját is mind a ketten, most nem nyomja viszont Rolcsi, és ez falunak egy lehetőség lehet DRS-sel, bejön közben Galanai a második helyről, és széles faló pedig megelőzi Rolcsit, és feljön a 9. helyre. Lágygumi Galanainak, tehát ez két kiállásos stratégia lesz az Alfa Taurinál, mind a kettőnél. Minimum, már Mafia Boss, hát nagyjából 16-17. Körül minimum el kéne menni ahhoz, hogy végig menjen a közepestel. Meg lehet csinálni persze simán. Csak ugye a végére, ugye kopottak lesznek ezek a gumik, végén mint közben kap egy 3 másodperces időbüntetést. Gyűlnek a büntetések, gaming ennek örömére meg is futja el egy gyorsabb kört, hogy kapott egy büntetést. Most széles falu szépen megindult, most már Zolikát támadhatja a 7. helyért, tehát Zolikának 12 körös. Időközben Padrés látjuk. Hát te látod, miért én még nem. Ja, bocsánat. Mindjárt oda kapcsolok. Hát ez egyére még nem nagy csata. Bocsánat. Széles falu Zolika csata az nagyobb lesz, ugye széles falu nagyon közelik a DRS-sel, azonban ebben az egyenesben még nincsen meg. Azért mondom. Viszont most rosszul gyorsít ki Zolika, és ez falunak most már innen meg kéne, hogy legyen. Nyom egy kis erszet. Belső íven. És innen már kifékezi. A Zolika ott tartja, azért nem adja olyan könnyen a bőrét. Viszont most falunak jobb lehet a kigyorsításra. Még mindig egymás mellett vannak Zolika, és most adta fel. És falu már a 7. helyen van. Szépen zárkózik fel, és ne felejtjük, hogy ő ezekkel a gumikkal már elmehet a verseny végéig. Más kérdés, hogy a tempója milyen lehet. Hoppá, Big Gaming kiesik. A bajnokok felállnál? És biztonsági autó! A második biztonsági autó, 14. kör, és most Mafia Bosszum szerintem kapásból be is jön, és átvált közepes gumira, és onnan már lehet, hogy végig is lehet menni. Már ugye Zolika 13 körös közepesekkel van a 8-án, szerintem most ő is ki fog jönni. Na hát akkor megint fel fog bolnulni a sorrend. És így van, jön is be Mafia Bosshun. Marci kimmaradt, tehát Marci fogja vezetni a futamot. Ban is kint marad, Zsolti is kint marad, Bozsesz is kint marad, Roli is kint marad, Faló is, tehát egyedül Mafia Bosszú jött be, kemény gumikat kap, tehát innen már egyértelműen a végéig megy. Hát igen, neccesen a közepes, neccesen lett volna meg a közepessel, viszont így kemény gumikat egyértelműen a végéig próbál menni. És így van, kijött Csabi, kijött Zolika, kijött Nostis és Viktor Ló, és a McLarennek este erre szoros volt, viszont Kessári volt a pozíció, tehát így ő lesz a 7., Mafia Bosszum pedig a 8. Mi történt
még el tudnám mondani, hogy mit tart egy idő, röviden le tudnád beírni. Így. Röviden tömören, utolsó sikánba eldobta, röviden tömören. Én sem láttam a balesetet, de az utolsó sikánnál volt a rom, tehát valószínű bajnokok fala. De te amúgy melyik közvetítés nézed, hogy izé nem tudod a történéseket? Mi? Hol nézzem? Melyik közvetítés? Hát a fő TLS-ökről, hát a 23 ember van. És általában orsak... Hát akkor miért nem tudod, hogy mit történnek a... milyen események történnek? Mi? Azért nem tudom, mert egy cseret üzemmódban nézem a csetet. Tudjak beszélni a nézőkkel. Jó fej vagyok. És miért kérdezel vissza, amikor hallod a kérdésemet? Na, Roli a boxban. Válaszolok vissza pontosan. És egy első szentcsere Rolinál. Széptikár alatt törhet össze, vagy alapból csak nem jött ki. Hát, Roli, így akkor az utolsó helyen lesz, az ötödikről, és így széles falu újabb pozíciót nyert. Figyelj, jelen pillanatban szerintem az Aston Martin vezette a legtöbb kört ezen a versenyen, tehát eleinte vezetett Bozsesz, most megvezeti a biztonsági autó a versenyt. Ami szintén Aston Martin, tehát... Ja. És Martin vezet. Egyébként Ben ott van a második helyen, tehát abszolút, abszolút jó helyen van Ben is. De még ugye... Hoppá! Ezt nem így akartam! Ez nem az én hibám volt, nem én mondtam Bannak a nevét. Nem én mondtam, nem mondtam semmit. Nem. Ezeket elkérdezik, mi vagyunk az Immunati. Nem átkoztam el Bann, nem én voltam. Tedd már fel. Marci is kapott egyet másodpercet, úgyhogy ez most így nagyon nem jön jól az első kettőnek. Akkor leszik majd az interjúk, vegyünk majd az alapfólió csákókat, és ezeket már mondjuk el az összeesküvés elméleteket, amiket kitaláltunk itt. Na, elindul Marci. Na, minden indul, na. Szajcske. Hoppá! És Bozsef is kap 5 másodpercet, és Zalisz már is bejön a box utcába. Nagyon nagy csata megy itt. Viktor megpróbálja belsőjűen Galanait megelőzni, egymás mellett a két autó. Műső íve, ott megúszik Kessler, és ez hibátlanul jön ki Galanainak, mert így nehogy csak nem veszíti el Viktorral szemben a pozíciót, hanem még a McLarent is meg tudja előzni. Mert ugye mivel megcsúszott a McLaren, becsúszott Viktor elé, úgy de messziről Viktor, és... Nézzük, sikerül-e külső íven egymás mellett a két autó, jönne ott hátul Rolcsi. És sárga zászló, Ben! Van, bocsánat! Kellett azt mondanom, hogy nagyon jó. Patrik, ez a te hibád. Te kezdted az egészet, aztán most már rám is rám ragad. Nem az én hibám, akinek a hibám, nem mondhatjuk ki a nevét, hogyha bár itt. Kaják ki, bossz kijött. Maffia. Maffia bosszul ki a box utcába. Bocsánat, mi most teljesen káok vagyunk, és össze-vissza beszélünk. Hát most káoszban, mindenkinek lesz büntetése, mert csak Racing Zolti és Viktor azok, akiknek nincs büntetés. Hát lehet, hogy ezzel a mondatommal mindjárt összeszednek. Nem maffia bossznak talán. Ja, igen, Galanainak is őt. Csabi közben összeszed egy újabb három másodpercet. De figyelj, én ezt a mondatot nem mondtam ki már, aztán a végén még ők... Figyeljetek, mindjárt bossz meg kell. Bocsász. Mafia bosszunt mondtál, úgyhogy ő fog nyerni az utolsó helyről. Azt mondom, hogy 17 kör alatt az utolsó helyről mindenki átgázol, és meg fogja nyerni a versenyt. Én így hallottam, ugye?
És én ezt látok Figyelj, hogy a tehetségnek. biztonsági autó még bőven lehet a súlya, tehát egyébként ne vegyük el ezt tőle. Na, szóval... Kicsik a kitérő után, szóval Marci vezet, Zsolti a második, Bozsesz a harmadik, Faló a negyedik, Galanája az ötödik, Viktor a hatodik, Kessel a hetedik, tehát végül Viktor meg tudta előzni. Közben Bozsesz előzi, oppá, lement a pályáról, Faló bejön a boxba, Zsolti lement a pályáról. Zolika kap egy büntetést, így összeér a két autó, Zsolti egy kicsikét meg ütötte hátulról Bozsesz Aston Martinját, de remélhetőleg nem sérült egy kicsik autója sem. Én azt hittem, hogy kiesnek mindketten. Azt nem lehet. És Zsolt is megkapja a büntetést, és sárga zászló. Van, megint eldobja. Azóta, amióta kimondtam, hogy jól áll, azóta háromszor eldobta. Nagyon jó álljál pillanatban. Tehát, hogy ez... elnézést kérek Bantól, ez nem az én hibám volt. Erre már nem tudok mit mondani, de tényleg. Széres Faló is összeszed egy újabb büntetést. Milyen mafia bosszunk már kettő pozíciót nyert, hát tényleg, hát tört fel, mint a talajvíz. Hát végén még tényleg meg fogja nyerni. Hát végén még tényleg meg fogja nyerni. És majd az utolsó körben eldobja. Az utolsó kanyarban. Ezt te mondtad. Rolcsi közben megelőzte Kessert. Aki összeszed egy 3 másodperces időbüntetés. Mást érthetem, ahogy vagy. Na szóval... Megint változott a sorrend, mint hogy újra elmondom, bár lehet, de lehet nem kezdem bele, mivel Bozsesz teljesen rajta van Marcin. Mafia bosszú meg neki, de legy újabb Patrick Robert elméletnek a bebizonyítása közben Bozsesz átveszi a vezetést, viszont nem biztos, hogy jól jár ezzel, mivel így most Marcin a 2D érez zónája is lesz. Oli 3 másodperc. Figyelj, amióta te azt mondtad, hogy Mafia Bosson az utolsó helyre meg fogja nyerni, azóta kettőért előre jött és futott a leggyorsabb kört. Lehet, hogy hallgatja a streamet. Na közben Marci visszatámad, ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt ám Bozsesztől. Íh, és Bozsesz kimegy. Úgy dönt, hogy nem akar visszamenni Marci mögé, inkább bevállal egy korai kiállást, és így közepes gumikkal megpróbál végigmenni, 15 kör kell végigmennie, viszont egy 5 másodpercet le kell töltenie. Mennyit? 5 másodpercet? 5-öt töltött szerintem, igen. És ha mindegy, az a csapattárs elé, nem, a csapattárs mögé fog visszajönni, mafia most bot, a 11. helyre. De megmondtad, mi lesz? Mafia és Faló. Majd a Mafia Boss elé jött vissza. Épp, hogy Mafia Boss elé visszajött 2 másodperccel. Tehát, Gálon Zsolt. Hoppá, Zsolti és Galanai egymás mellett. Galanai megelőzi Zsoltit, de itt ugyanaz a helyzet előfordulhat, mint az előbb. Marci és Bozsesz között, ugyanis. Ugyanis most nem arra gondolok, hanem hogy most Zsolti kettőször kap úgy DRS-t, hogy Galanainak nem lesz. Közben Zolika, oj, Zolika is! Roli összeütköznek. Lehet osztítsa volt az ütközés eleinte, viszont Rolinak megvan sérül a szárnya. Nézd meg! És Viktor a harmadik helyen van az utolsóval, ismét. Mondhatni, bárkit, mondhatni szóval csak rághatottja a közütést, nem? Mindentől kezdve. Mafia boss! Jujujuj! Zolix! Az veszélyes bemozdulás volt. Elindult jobbra, és visszamozdult balra. Majdnem beleszólított a Mafia Boss-t a falba, de szerencsére ez nem történt meg, és megvan az előzés, és így Mafia Boss-unk már a 11. Én akkor meggyorsom azt, hogy ki fog nyerni jövő héten mindjárt. Az lesz, hogy jövőre Sancho... Hoppá, bam! Még egyszer eldobja! Gaja, meg is nyerhetni a versenyt. Hát szágult.
Albannak ez már a negyedik hibája nagyjából 10 körön belül. Sőt, nem is 10 körön belül, ez nagyjából 5 körön belül. Albann most nagyon nem érzi. El is vannak kapva a gumjai, tehát én már helyébe kijönnék a boxba, mert ennek így már sok értelme nincsen, így is tulajdonképpen már az utolsó helyen van, mert Oli is pillanatokon belül megelőzi. És Galanai pedig Zolikát támadhatja. Olcsi közben egy 3 másodperc. Palu is megelőzi Zsalixot közben, Galanai pedig megelőzi Zolikát. Így is van. És Galanai a 7. helyen van. Közben pedig Zsolti és Viktor csatáznak a 2. helyért. Van pedig visszaesett 15-nek, tehát szerintem semmit nem veszíteni azzal, hogyha most kiállna a boxba. Ó, Victorio! És Victorio mit csinál? És Viktor eldobja. Valószínű Zsoltival érhettek össze. Te bedobta Zsolti elé. Be akarta dobni. Viktor pedig nagyon-nagyon jól állt. Nézzük már azt a büntetéseket! Megint bűnösnek érzem magamat, mert az előbb említettem meg, hogy Viktor a harmadik helyen van. Na jó. Bűnösnek érzem magamat! Tehát ezért is, komolyan mondom, én ma annyi, tehát lassan a több kommentátori játot adott, mint te. Tehát, hogy így versenyünk, tehát, hogy... Streamingi megkérdezem mindenkitől, hogy milyen volt a stream, majd streamingon megkérdezem. Miért? Tehát már a mezőny fele biztos megutált engem, a másik fele téged, tehát... Tehát, már nem lesz jó renomék szerintem, tudod a télikában. Szerintem egyetlen ember ne fog megutálni ma a nap győztese. Azt útira. Nézzük meg a büntetésük fotjának. Marcinak 8, Szekibali Zsoltinak 3, Rocsak 11, Keser 8, Gosztiknak 6, Viktornak nincsen, Bézolikának 6, Falónak 9, Zalixnak 6, Gosztnak nincsen, és Box bejött a boxba. Box bejött a boxba. Igen. Mafiabosszámosítás egyidőre véget ért. És figyelj, Bozsesszal szerintem még össze fognak találkozni, bár mondjuk most Bozsessz lesz a lágyalgumikon, tehát most elvileg el kéne lépjen majd. Hát amilyen jól alakult az Aston Martin verseny a rajtrácson első és harmadik helyen voltak, annyira rosszul alakul most, mert most az utolsó erőtől számítanak az első és a harmadik helyen, tehát... Na hát, igen, szegény Aston Martin, most akkor hallottuk, mert tényleg kérdik rosszul jelentő segítene. És Viktor pedig Kessert előzi. Zsolti a boxban, így van. Viktor megelőzte Kessert. Ezzel ő már újra a harmadik lesz. Hoppá, Kessert egy kicsit kibázott. De nagyon kibázott. Ezzel. Zsolti, 6 körös. Szélesen. 6 körös lányokon, Zsolti. Tudod mi ez itt, Kristóf? Sprintnál, nem fogja, az nem fogja végig, az Zsoltinak nem fogja végigbírni azt én már előre elmondom, úgy, de közel vannak. Zolika, Falói, Zsolti egymást tolják le a pályára, most külsőjéről belsőjére átvált. Faló, nézzük, sikerül-e? Ott tartja. Zolika viszont most találkozik, hogy gyönyörűen csinálja Faló. És jön Zsolti is, és jön Zsolti is. Aki szintén elmegy Zolika mellett. Ez nagyon okosan csinált a falu. Teljes Szocsi, rámenek Kessára, akinek nagyon elkapjuk a gumiát, és ki kell jönnie majd a boxba. Marci, közben, nézzük, jön-e vagy sem. Marci nem jön ki. Közben, nem akarom elátkozni a házcsapatot, de Csabi a pontszerzés határán a 11. helyen van. Az a más kérdés, hogy jön mögötte egy friss lágygumi, friss gumis bolyocska, de ott van a 11. helyen, és ő már nem fog kijönni. És ott bizony Zalixot már támadja Bozsesz, így és összeérnek Bozsesz! Kicsúszik, és így eljön mellett a Mafia Boss, mondtam, hogy össze fognak találkozni majd. Bár nem így gondoltam, de össze fognak ők még találkozni. Mert most így Bozsesz a lágyan gumikon fogja támadni. És most Bozsesz a lágy gumikkal DRS-sel támadja Mafia Boss Honda, nézzük! Az és a füvön! És kívülről, és... Leszáll az autó, és... Nem!
Nem lesz Tiszta vonakkori rendező, tehát ezt ilyen vonakkori rendező nem csinálta volna meg jobban. Tehát képzeld el, mit csinálta Jó Kristóf? Véletlen elkapcsolta azt csinálta, hogy a Bozás Mafia Hun csatáról elkapcsolt Zolika boxkiállását. Tehát ez ilyen tipikus vonakkori rendező. Azt úgy lehet volna igazi. Na. Gáját támadja időközben. Kessát. Elrontja. Nem hagyok tejet. Nagyon korán nem, lesz, nem, nagyon később végzetre. Közben Viktor a boxban és lágdumi. Na Viktor, ő jöhet majd hátulról. Nagyon Marci, hogy majd elkutunk, Marci, mi nézed? Marci és Kessjár azok a kutatnak ki kell jönnie. Meg Rolcsának is. Hát Rolcsi végig mehet szerintem. Tehát figyelj, 8 kör van hátra, 8 körrel fiatalabbak Rolcsi gumiai Marciénál, és Marci megy még a 20 körös közepeseken, tehát végig megy a Rolcsi szerintem. Viszont akkor őt a pályán meg kell előzni. De Marci technikán alatt volt több körön át Marci. Tudom, de az is attól szerintem... Jó, de viszont most kevesebb az üzemanyag az autójukba. Tehát én azt mondom, Rolcsi végigmegy, na most Kessler elfékezi, és most Galanai megtámadhatja, és meg is fogja. És ez szerintem egy sima DRS-es kikerülés lesz. Kimegy külső éve, és ez teljesen simán meg is van. Marci bejön a box utcába, most rakja fel a light gumikat, és akkor Rolcsi vezeti a futamot. És akkor most lesz 8 köre Galanainak ledolgozni a különbséget, ami mindjárt kiderül, hogy mennyi... 13 tized. Rolcsinak. Ó. Hát akkor Rolcsi nem fog nyerni, azt hiszem, 11 másodperc időbüntetéssel. Mikor abból egy ötöse van. Be kell élnie. Nyugodtan, inkább tempóban. Hát jelenleg igen. Ó, közben Marci Viktor mellé jött vissza, majdnem megelőzte Viktor Marcit, éppen hogyan Marci vissza tudott jönni Viktor elé, viszont most Viktor még a egyrészt üzemben a gumikkal, másrészt DRS-en támadhatja ám az Alfa Romeo pilótáját, és ez meg is fog történni ez a támadás, bemegy belső ívre, szorítja Marci, de ez megvan Viktornak, viszont most Marci lesz így a DRS majd a következő két egyenesre, tehát nem biztos ám, hogy rosszul jár ezzel Marci, Bozsesz újabb, ájjajjaj, Marci megint majdnem eldobta, ugyanúgy mint időmérő, de most meg tudta fogni. Elnézést. És alig 3 másodperc. Szóval Viktor jól gyorsított ki. Na bocsánat, csak itt közel hozzá Marci. Nekem időközben. De el kell mennem vinni, mindjárt visszajövök. Addig is tanfát vesz ki a mentálást. És Marci külső ívről megelőzi Viktort. Júj, de szépen csinálta. Na most Viktor jön vissza, viszont Marci a DRS. Júj, majdnem összeértek. De ez innentől Marcinak már megvan. Nagyon-nagyon szépen és agresszívan csinálta Marci. Külső ívről ráfordult és megcsinálta. Na, Marci a 6. És elindulhat Zsolti után, akinek 10 körösek már azok a lightgumi, nem fog azokkal végig menni szerintem. Nagyon-nagyon el lesznek azok a gumik koppa, még 6 kör kéne végigmennie, faló közben megelőzi Kessert. És feljön a 3. helyre, viszont ugyanaz a szituáció, hogy most Kessler hát nem fog visszatámadni. 20 körösek azok a közepes gumik, Kessler is. Hát most nagyon jó kérdés, hogy mit el. Így megüti a falat Kessler! Pedig pont arról kezdtem volna el beszélni, hogy végig akar-e menni, hogy végig tud-e, hát így nem fog, mivel szerintem az első szem megsérült, így szerintem be fog Kessler jönni a 4. helyről, pedig nagyon szépen tartotta magát, így van bajosan. Faló 3 másodperc. Viktor nagyon jól állhat. Viktor nagyon-nagyon jól állhat. Most előzi vissza Marcit. Á, nem is kiforgatja! Marci kiforgatja Viktor. Ezt nem hiszem el. Már megint ér, nem hiszem el. Komolyan nem hiszem el. Megint pont megemlíteném a Viktornak ez. A Marci volt Viktorral szemben. Viktornak és még 5 kör van hátra a végéig. Nem úgy volt, hogy elmész inni? De elmentem inni. És most értem viszont, bocsánat.
Bocsánat, hogy ilyen pofátlan kérdés, hogy tényleg vissza, nagyon sajnálom, hogy ilyen figyelj! Tényleg visszakörösítünk. Figyelj, Patrik, most még egy ember meg. Hoppá, közben Marci megelőzi Zsoltit. Viszont megint délrefe lesz majd Zsoltinak. Szóval most még egy ember meg fog engem utálni, mivel Viktorra is pont elkezdtem volna azt mondani, hogy ő még nagyon jól állhat a büntetés nélkül. Az a más kérdés, hogy ez a 3 másodpercet mennyire volt jogos, amit Viktor kapott azért, mert próbált visszajönni a fűről, na mindegy. És Marci visszaelőzi, bocsánat, Marcit előzik vissza Zsolti azokkal 11 körös lágygumikkal, és most ugyanúgy Zsolti lesz a DRS, tehát most Marci nem fog tudni támadni. Na, a maffia bosszunk, érem tisztelettel a 8. pozícióban. Na, Patrik. Hát csak 7-et kell előznie. És újabb állom a sopekkel. Ezt nem hiszem el. De komolyan mondom, bárkire kimondom, hogy jól áll, az azonnal valami történik vele. Komolyan mondom. Én nekem nem... Pia, lehet, hogy célig a közvetít is, nem jövök közvetítésre. Most azt, hogy mindenki meg fog utálni, az biztos. Kisztó! Tudjuk, hogy te ragad a kommentáltál, és csak azt tudod a kommentálni szépen, nem? Aki holnap közvetíti a B-ligát, attól szépen kérem, hogy engem ne említsen meg. Várjál, gondolom, hogy Gyuri lesz az. Gyuri, említsen meg nekünket! Gyász, Gyuri! Gyuri, meg ne próbáld! Ő szokott azt a váltában lenni. Tutut megemlíthetitek, jó? Tud! Igazság, na, közben Marci újabb támadás a Zsolti ellen. Jujjj! Át a Zsoltitól az... Úristen, ekkora csata! És Zsoltra mindjárt felrobbanak a gumiai. Nem biztos, amit fel fognak ebben, mert 4 kör van hátra, 17 kör, hát... Nehezen, de talán végig mehet. Egy sem hiszem, hogy ennyien állandóan végignézik ezt a szitivel, több mint 20-an. Ilyen nincs, ennyien nézzük ezt a futamot. Ott a de legálnyi ember nézi ezt a versenyt. Hát nagyon köszönjük szépen. Figyelj, szerintem már a nézőközönség nagy része már csak azt várja, hogy kitávkozok el legközelebb, tehát így. De nem Zancsút fogod elátkozni a következő versenyekre. De Zancsút, ha nem tudom elátkozni, mert már kiesett. Akkor jól sem meg Krisztok, mi lesz a jövő heti verseny, mit jelent vége? Mindjárt. Nem. Hát ilyen jó, szuperül, meg jó sok minden. Én arra számítom, hogy a legközelebbi CRS versenyen tömegbaleset lesz a C-ligában. És egy váratlan ember fogja megnyerni a versenyt. Azt hittem már azt mondod, hogy Franciaországgal ledobnak egy atombombát. Hajnos nem ez történik. De végül is magukra ledobtak, nem? Hát azt nem tudom, lehetséges. De tudod, úgy tesz jelenleg automobát. Jó, igen, ja, igen, igen, igen. Értem, mire gondolsz, de ez most nem szintén van. Tudom, na, bocsánat, de na. Akkor nem, hogy csifedeztet, akkor én állandóan ezt válaszolom rá. Na, keser. A boss kiállás után most Csabit próbálja megelőzni. Időközben boss lesz felét a kiállt. A 10. És mafia boss. Kibán a 8. helyen volt. Gyuri időközben 1.9-re van. Zsolti, Viktor és Marcinak 3-szekre van. Valónak pedig 12-szekre van. Valónak pedig el kell húzni. Hát te sem nagyon mered ezeket. Ojjajjajj! Kesel! Megcsúszik. Te sem nagyon mered már ezeket mondani, mi? Félsz, hogy valaki találkozol, mi? Igen, félek. És inkább átváltottam a nyugalmi hangsúlyra. Ilyes. Szerintem ott nem mondtam semmit, de... Ennél jobb kommentet a pár sem láttam még. Nem egy nagy képű eklatú. Nem vagy nagy képű, szerintem egy nagyon jó kommentet a pár sem találkozunk. Jujjujjujjujjujj! Hújj, Kesszárt rá! Összeértek Csabiék. De megvan Kesszárnak. 12. hely. Szóval most ezt a következő mondatomat ne vegyétek nagyon figyelembe.
a mezőnynek szólok, hogy ne, nehogy valaki kiessen, de már jó ideje nem volt kiesőnk. Igen. De azt mondtam, hogy tehát B Gaming már nagyon, tehát hogy most egy azért szépen elmennek most már nagyjából 20 körrel azelőtt esett ki B Gaming, azóta nem volt egyetlen egy kieső se. És azóta elég szépen tartják magukat a fiú. És akkor most jön majd az, hogy azért még instant 3 kiesés mindjárt, tehát így a mai formámat ismerve előfordul. Na közben Roli. Roli Zsoltira. Zsoltira teljesen elfogytak a gumiai. Úgy csoda, hogy még egyáltalán egyébként, tehát már 15 kösek ezek a gumik. Rolinak nem kell elsietnie, lesz még egy DRS zóna, átmennek a sikánon, most nagyon jó a kigyorsítás a Rolinak, DRS, és ez talán meg lesz. Micsoda szép előzés Rolitól! Oh, á, ott tartja! Zsoltira nem adja ő magát. Nagyon nem hagyja. Az egy dolog, hogy 16 körösek azok a legjobbak. A fene egyenek. Ha nem, megyünk. Dehogy enged el senki. De egyébként jól csinálja, tehát... Utolsó kör, hát miért engedje el Roli? Hát miért? Hát, aztán... Júi, megcsúszik! Ilyetetlen Mafia Boss, mafia boss, mafia boss, mafia boss, szágul! A győzelem felé, hogy te mondtad. Hát... Erre már sok esélyt nem látok. És én az utolsó kanyarhoz, jön Rolcsi! És jön Gaia! És Gaia megcsinálta! Hát, és Gaia megcsinálta, ilyen nincs! Rolcsi bejön a második helyen, és Gaia üdentől kezdve hivatalosan is megnyerte a TRS kanadai nagydíját a cégában! Szép volt az Alfa Taurico, szép volt! Bravissimo! Viktor, nézzük! Viktor a negyedik helyre! És majdnem megfogtam a... És Marci a harmadik, Viktor a negyedik, Fordó az ötödik. Jön! És belegondolunk abba, hogyha Viktor és nem fog... És Zsolti a hatodik! És Zsolti megkiállta. Bosses, Mostics. És Kirchart 11. Kirchart 10. Nézzük, Csabi érkezik, Csabi a 13-ban, és Zolika az utolsó két helyen. Hát ez egy hasonló befutó volt. Megnyerte a nagyját, ilyen nincs, megcsinálta Gaia azon a stratégiával. Hát ilyen nincs, az Alfa Taurinban nyerhet, sérülhet. És jól tudom, ez Gaia az első győzelme a szezonban, és azt mondom, a ligában is. Újrunk, győzöttünk. Viktort választja a komputer a napversenyződék, és én ezt abszolút egyetértek egyébként. A Viktor az utolsó helyről negyedik, de lehet, hogy harmadik lesz, nem tudom, hogy voltak el. Mert de ugye az... közben így van az egyik kedves nézők, hogy le fog jönni neki egy háromszög. Nem biztos, mert lehet, hogy aztán egy warningot utána összeszedett, és akkor ugye ez már nem érvényes, ha két warningja volt. Tehát, hogyha összegyűjtötte a warningot, akkor nem jön le, de... Tehát akármi is tették, Viktor... Akkor is utolsó erő negyedik, tehát abszolút, abszolút nagyon jó forma, tehát Viktor nagyon szépen csinálta azt a versenyt. Időközben megkihívtam az első három helyzetet a interjúra, időközben csatlakozott Kaja is. És mindenki kapott büntetést így, amikor átvillan, és mindenkinél az a piros büntetés felirat, hú, de gyönyörű. A Rolcs nem tudja, akkor visszaszívjuk, Rolcs akkor nem lesz majd. Oh. Csak majd... Sziasztok! Hello! Majd sziasztok! Mindjárt tartjuk az interjút. Oké. Okay. Ez elképesztő volt. Hát ez egy elképesztő hétvégén volt. Kristóf szerintem megutált bennünket a félvilág kivétel Gaját leszámítva. Ő istenített bennünket. De egyébként szegény most azt szerintem azt se tudja, hogy miről beszélsz egyébként, ahogy mindjárt kifejtem ki. Tehát röviden annyi történt, hogy akit megemlítettem, hogy jól áll, az instant eldobta azonnal. Tehát hogy tényleg így járt Viktor, így járt Ban, Bosses, Ban azt hiszem négyszer dobta el, tehát hogy... Gessel, Viktor! Tehát én így most a mezőn nagy részét elátkoztam, na, tehát ez így gyönyörű volt. Ennyit tehát a kocsi bemutatóhoz, ugyebár. Az is lehet látni. Na hát... Sorumban menjünk, nem fog jönni, úgyhogy akkor... Rosszó, az Alfa Taurit. Ugyebár, Kristóf.
hogy akkor megkezd, hát akkor győztessel csináljuk az interjút. Hát gratulálunk a győzelemhez. Köszönöm szépen. Milyen volt neked ez a verseny? Fájtó. Eléggé kaotikus volt. Hát azt elhiszem. Nem, igazából szarul jött ki, mert a safety car kijött, és én meg nagyon vakon voltam, és nem mentem meg kereket cserélni. Szerintem ez volt a siker, hogy elbasztam. Nem, bocsánat, hogy csak. De tényleg egyébként már sokkal kisebb voltam mindenkinél, és simán tudtam menni. Mert megpróbáltam a végén ügyelni, hogy ne kopjanak nagyon. Mindig egy följebb álltad, hogy ne pörögjenek ki a gyorsításoknál. Próbáltam óvni, hogy hát a... meg tudjuk még nyerni. Meg az a büntetés a végén, az a baj, az első két körben már összetettem két warningot. És utána most az utolsó harmadik kör, talán ott tesztem még egy levágást, mert az időt néztem, a deltát néztem, hogy mennyi a különbség az első és én köztem. Pont lementem a pályáról kicsit. Meg hát jó, elég sokat előztem, és nem tudom, fárasztó volt. Nehéz volt a turbulányba is menni. Hát így elhiszem, a fárasztó volt, meg azért gondolom, azért csúszkált is az, az autó biztos. Néhány helyen, tehát... De hát a szoftokon nagyon jókat lehetett menni, és a safety car is jött, mert egy körrel ki tudtam tolni a pit window-t. Hát ilyen. Na hát Alfa Tauri győzelem. Hát, egyébként... Feladva én... nekem holnap a feladat a Gátinak, ugye? Én... Folytatni kell ezt a szép sorozatot. Hajrá, hajrá. Na hát... Gratulálunk a győzelemhez, nagyon szépen csináltad. Még annyi kérdés, hogy nyilván láttad, hogy ki is volt az első végig, most hirtelen, Rolcsi volt az első. Szóval, hogy láttad, nyilvánvalóan láttad a büntetéseit, így amikor második voltál mögötte és 8 másodpercen belül voltál, leálltás porralni? Nem igazán figyeltem, nem ezzel törődtem, csak az, hogy arra rajta maradjak az úton. Láttam, hogy van benne büntetés, de nem azt néztem, hogy hány másodperc van, hanem azt, hogy csak nem tudom, menjek úgy büntetések nélkül, meg óvjam a gumikat. Mert hogy legyen elég ilyen, erre figyeltem igazából. De aztán a Rolcsi nem tudom honnan volt mennyi gumia, mert ha meghallgattam rá, ugyebár az engineer, csak mondta, hogy 15 körül, tehát ilyen 3-4 körrel idősebb gumiai voltak, mint az enyém. És úgy feljött ilyen 4 másodpercre, feljött 1,2-1,3-ra, nagyon kemény volt. Nem értettem, hogy honnan van még ilyen energia, vagy erő az autója. Hát Rolcsi konkrétan 21 körös közepessel fejezte be a versenyt. Ja, akkor ezt mondom. Ahhoz képest jó tempója volt, mert nagyon, hát nagyon. Jó, nyilván végén közeledtél hozzá, de nem olyan sokat azért. Tehát nem az volt, hogy körönként mondjuk 2 másodperc. Jó, majd összekevertem mással. Rolcsi vezetett, ugye? Ő volt elő. Valaki volt mögöttem, nem tudom, aki volt. Kessára gondolsz? Lehet. Nem. Aki elvitte a legjobb nagyon kapottak voltak. Nem tudom. Okay. Nem tudom. Hát Marci lehetett, talán ő volt lehet. Még ugye. Hát Marci meg Viktor voltak, akik úgy ott voltak a harmadik, negyedik helyen. Ja. Mindegy, izgalmas volt. Jó. Hát igen. Volt. Végül is az eső, ami beharangoztak, ugye az nem érkezett meg. Hála mert ugye új lobby lett. Új lobby miatt. Hát, Igen. Hát reméljük, hogy ilyen izgalmas lesz a holnapi futam is, és azt is reméljük, hogy holnap is a Fatali győzelem lesz. De hát ezt nekem meg Átinak kell elintéznie. Ott, hogy holnap is tartsatok majd velünk, 10 óra 15 perctől érkezik majd a B-liga. Addig is mindenki vigyázzon magára ezekben a nehéz időszakokban is. Sziasztok! Látásra, viszont hallásra. Jó, sziasztok! Várjál!